Jó reggelt kívánok! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Ezen a héten minden reggel a Jézustól tanult imádsággal fogunk foglalkozni. Föl is olvasom a Máté Evangélium 6. részéből, a 9. verstől az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod! legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves nézőim, Boldog az az ember, aki szívből tudja elmondani ezt az imádságot. Mert hogy ebben az imádságban Jézus sok mindenre tanít bennünket. Arra, hogy hogyan imádkozzunk, hogy mi legyen az imádságunknak a témája. És rögtön az imádság elején valami nagyon fontos dologra hívja fel a figyelmünket. Isten atyai szeretetére. Arra, hogy Isten a mi mennyei atyánk. Jó tudni ezt. Jó ezzel a tudattal élni, jó ezzel a tudattal felkelni reggel, jó ezzel a tudattal megélni a napunkat, és jó ezzel a tudattal lefeküdni este. Hogy Isten nem csak a Teremtő, nem csak a Fentartó Isten, aki az egész világot és minden életet fenntartja, és Isten nem csak a Bíró, aki majd az életünket megítéli, hanem Ő, ami Atyánk. Nagyon fontos hogy az embernek legyen apja. Isten így teremtette az embert, férfiúvá és asszonyá. hogy majd, ha gyermekük születik, akkor a gyermeknek legyen apja és anyja. Fontos az erős szeretet, a gyengéd anyai szeretet mellett. Fontos az a biztonság, amit egy apa tud nyújtani a gyermekei számára. Ugyanígy vagyunk ami mi mennyei atyánkkal is, hiszen számunkra Isten mennyei atya. Aki gondoskodik rólunk, aki velünk van, aki nem hagy el bennünket, aki szeret bennünket minden körülmények között, aki erejét adja, ami számunkra, és tökéletesen megbízható, hűséges. Talán vannak olyanok, akiknek nincs édesapjuk. Gondoljunk rájuk ezen a mai napon, imádkozzunk értük. Aztán van olyan, vannak olyan emberek is, akik nem azzal az apai képpel rendelkeznek, amilyen a mennyei atya. Vannak olyan emberek, akik úgy élték le az életüket, hogy talán durva, erőszakos apjuk volt. Gondoljunk azokra is. Gondoljunk azokra, akik sérelmeket, sebeket hordoznak ezen a területen, és imádkozzunk értük. Jézus nem csak azt mondja, hogy a mennyei atya, a mi atyánk, a mi személyes atyánk, az én atyám, hanem azt is, hogy a mi atyánk mindannyiunk atya. És amikor egymásra gondolunk, azokra, akikkel ma találkozunk, akikkel együtt dolgozunk, akikkel valamilyen akciót folytatunk ezen a mai napon, akár csak egy rövidebb időre is, mondjuk egy bevásárlás erejére, vagy egy hosszabb időre, gondoljunk arra, hogy a mi atyánk, az én atyám, az ő atyuk is. Ezért mi testvérek lehetünk. Minden emberrel lehetünk testvéri kapcsolatban a teremtettség fokán. De minden emberrel, minden megváltott emberrel lehetünk testvéri kapcsolatban Jézus Krisztus vére által, a mennyei atya által. Gondoljunk így egymásra, gondoljunk így magunkra. Szeretve vagyunk, gondoskodnak rólunk, van, aki minden pillanatban mellettünk van, van, aki minden pillanatban megért bennünket. Éljük meg ezt a mai napot így, éljük meg a napjainkat így. Nagyon szép áldott napot kívánok mindenki számára. Isten Atyai áldását élvezzük mindannyian. Viszontlátásra!